Tehát, hogy érzed, hogy sikerült a felkészülés? Hát nagyon jól. Most értem haza egy 3 hetes edzőtáborból. Nagyon jól sikerült. Hódmezővásárhelyen voltunk. A Gyurta Danival és a testvérével, illetve még volt egy kis Nikolett. Hát nagyon kemény edzéseket nyomtunk. Szerintem megalapoztuk ezt az évet. Remélem, hogy ez majd ki fog érni az eredményeinkbe is. Milyen EB-t vársz? Azt gondolom, hogy nem ez az évfő versenye, de mindenképpen, hogyha már odaállok a rajtfőre, akkor a maximálisat tudom nyújtani. Az, hogy az majd mire lesz elég, ez kiderül az ellenfelektől, meg persze a saját magamtól is. Én azt gondolom, hogy csak jól sikerülhet. Az ellenfelekről tudsz valamit, hogy ilyen, hogy jön? Hát alapvetően a nevezések még nincsenek meg névlegesen, de hát azt már láttuk, hogy hány ország adta le a nevezését. Én azt gondolom, hogy elég színvonalas versenyt majd rendezni, és hát én nagyon örülök, hogy egy jó mezőben lehet majd versenyezni. Az edzések mennyiben másabbak már ilyenkor röviddel a verseny előtt? Hát ilyenkor már azért kicsit jobb hangulatban telik, illetve hát az EB előtt még lesz egy 10 kilométerem, tehát nem csak edzés lesz az EB előtt, hanem még lesz egy 10 kilométer is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni, illetve hát azért az EB is egy jó eredmény várok. Gondolom az is sokat jelent, hogy hazai pályán. Hát én nagyon örülök, hogy Debrecenben van. Igen, ez teljes mértékben hazai pálya. Már a magyar bajnokságon megvizsgáltam azt, hogy amikor a közönség csak nekem szurkol, illetve hát azért jobban örülnek az én eredményemnek. Én nagyon örülök, hogy itt lesz, és én azt mondom, hogy nagyon színvonalas versenynek. Teltházat vársz? Biztos, hogy lesz. És nem túl sűrű így a program, hogy még lesz ez a 10 kilométer is az EB előtt? Azt gondolom, hogy kicsit sűrű, de hát ez belefér, illetve hát ezért azért edzünk, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk és a maximálisat nyújtsuk. Úgyhogy szerintem ezt is meg lehet oldani. Meg ez az olimpia előtt is egy jó felmérés? Abszolút, egy nagyon jó állomás lesz, és hát azért elég sok mindent lehet majd szűrni az olimpiai utolsó felkészüléshez. Köszönöm, sok sikert kívánok!